Üdvözlök mindenkit egy újabb unboxing videóban. Ebben az esetben egy BlackBerry telefonkészüléket fogok itt kibontani. Ez pedig itt a szokásos papír, amit ugye már említettem, hogy a videók elején itt lesz. Úgyhogy ezt tegyük is szépen félre. Előzetesben azt elmondanám, hogy a Nexus-szal, Nexus 5-tel, amit eddig használtam, nem volt semmi problémám. Kész. De megy a videó, hogy beleszóltam, hogy már meg rendesen. De nem baj. Hát a Nexus 5-tel nekem nem volt semmi problémám, viszont hogy alapvetően nem igazán szeretem az Androidot. De hát igazából megváltam attól a telefontól, egy iPhone lett betervezve a helyére, egy iPhone 5S. Viszont mivel most van ez az iPhone 6-os téma, megjelenés, meg minden, így elég nagy butagság lenne megvenni 200 000 forintért egy telefont, aminek egy héten belül háromszor le fog esni az ára. Szóval úgy gondoltam, hogy ezzel még várok bőven, amíg tényleg beáll az új ára az 5S-nek, lemegy, mit tudom én, hogy meddig megy le. Lényeg, hogy be fog állni az ára, úgy, mint ahogy a 4S-nek is egy-két hónap után beállt, és akkor majd előfordulhat, hogy veszek egy iPhone 5S-t, viszont addig is kellett valami jól használható telefon, és egy BlackBerry-re esett a választás, méghozzá egy, hát nem tudom, hogy itt írni fogja-e, de igen, írja, egy BlackBerry 9790-es fekete színű készüléket választottam, amit most itt el is kezdünk, ha meg lesz a fókusz, el is kezdünk itt szépen kicsomagolni, mint ahogy egyébként az iPhone-nok esetében is, így felfelé jön le a doboznak a teteje, amit, hogyha van benne súly, akkor elég könnyen le lehet venni, hát simán le tudtam emelni. Itt található mindjárt maga a készülék, kicsit itt közelebb is hozom, hogy lássátok, elég dizájnos, szerintem, de ezt még tegyük is itt egy kicsit így félre, és nézzük meg a doboznak a többi tartalmát. Hát ugye ebbe állt a készülék, ez volt a kijelzőn, a fólia, illetve a hátoldalon, itt a kamera résznél is volt egy ilyen védőfólia. Aztán pedig itt ilyen két darab szép kis dobozka van benne. Az egyiket itt, hogyha kinyitjuk, akkor található itt benne egy headset. Egy teljesen átlagos headset, hogy igazából hogy szól, meg minden azt halvány illa a gőzöm nincs. Nem is fogom megtudni, mert biztos, hogy nem próbálom ki. Továbbá kapunk természetesen egy USB kábelt, mint minden okostelefonhoz. Manapság ugye, valamint van itt nekünk egy, ki tudom halászni, egy elég szép leírásunk, ami ilyen két részből álló dolog. És itt, mint láthatjátok, igen, ez bizony egy szó, hát én most itt biztos, hogy nem fogom kimondani, de ebből kiderül, hogy ez a leírás talán német nyelvű az egész, úgyhogy ezzel a két kis papírkával így lószarra nem tudunk menni. Az a helyzet, hogy ez a készülék már jó ideje nem kapható Magyarországon, de hát nem külföldről lett beszerezve, viszont külföldi maga a készülék, de magyar üzletben lett vásárolva, illetve kapunk még néhány kis papírkát, leírást, ilyen reklámokat mellé. Úgyhogy doboznak ezen a kis részén ezt találhatjuk. Közben megnyomtam egy gombot. Ezen a részen pedig nem más kapunk, mint egy hálózati csatlakozót, ami USB-vel van ellátva. Olyan, mint minden okostelefonhoz, ami jár. Tehát egy sima USB-s hálózati adapter. Úgyhogy ez igazából a doboznak a tartalma. Ezt igazából ide-vissza is teszem mindjárt, mert ezt soha az életben nem fogom használni.
és ezt be is tudjuk csukni. Így mi, azt félreteszem, mert az amúgy is kell. És akkor nézzük meg egy kicsit jobban magát a készüléket így közelebbről. Mint ahogyan az látható, és hát aki látott már BlackBerry-t, az tudja, hogy ez egy QWERTY billentyűzetes üzleti telefon. De hát nem igazán az átlag embereknek van, főleg az átlag mai embernek, aki Angry Birds-el játszik és zenét hallgat. Ez itt abszolút más a célközönség. Szerintem nagyon szépen néz ki a telefon, jól meg van tervezve. És akkor nézzük is át, hogy mik találhatók rajta. Ugye alul, itt kicsit oda fókuszálunk, alul van neki az USB csatlakozója, bal oldalt ott a 3,5 mm-es jackkajzat. Másik oldalán, hát ez nem tudom mennyire lesz látható, tulajdonképpen semennyire, talán így, hát még így sem. Lényeg a lényeg, hát megpróbálhatom még ide közelebb hozni le, hát ha láttok valamit. Hát igen, itt már látható, vannak ilyen kiemelkedő gombok, itt ez egy beállítható gomb, alapértelmezetten a kamerának a gombja, illetve itt van egy hangerő szabályzó gomb, lefelé, fölfelé, tehát ugyanilyen kiemelkedő, ez a videón nem igazán látható. Itt hátul van egy bold felirat, ugyanis ez egy bold szériás BlackBerry. Itt található a kamera és a kamerának a villanója, ugye a vakuja. Telefon körül ilyen szép, hát nem inném, hogy fémből van, de ilyen fémes hatású ilyen csík veszi így körül végig a készüléket. Ja, és van itt még a tetején, ez is elég nehezen lesz látható, a kijelző plexi részét képezi itt ez a kis lakat, ami a telefonnak a lezáró, illetve feloldó gombja. Elől pedig itt látható egy LED állapotjelző, mellette meg egy nem igazán látható, de ott van egy fényérzékelő, vagy közelségérzékelő, inkább fényérzékelő, úgyhogy vele automatikusan tudja állítani a fényt. De igazából halványleg győzem nincs, hogy hogyan fenében működik, hogyha odarakjuk a fülünk köz, akkor ugyanúgy, mint egy androidos készülék, vagy egy iPhone, elalszik a kijelző. Ugyanis ennek a telefonnak bármilyen meglepő érintő kijelzője van. Nem viccelek, ennek a telefonnak érintő kijelzője van, annak ellenére, hogy itt ez a középső gomb, ez bizony egy touchpad. Ugyanúgy, mint laptopoknál, de hát ez egy érintésérzékeny touchpad, amivel tudunk navigálni a készüléken. Ezzel a gombbal itt szépen fel is oldjuk a kijelzőt, és akkor láthatjátok, hogy milyen szépen néz ki az egész. És hogy nem hazudok, látjátok, hogy ez tényleg egy érintő kijelző, ugyanakkor itt a touchpaddal lehet járkálni, és ugyanúgy el lehet végezni minden funkciót. Nézzük akkor, hogy így alapvetően milyen is ez a 7.1-es BlackBerry OS, ami ezen a készüléken fut. Korábbiakhoz képest nem tudom összehasonlítani, gondolom ti se nagyon ismeritek a BlackBerry-ket, de nekem egyébként tetszik. Vannak benne érdekes feature-ök, amik főleg így az érintőképernyős felületnek a részét képzik. Például az, hogy mint látjátok, itt ez a menü, ahol itt lehet elmenni kedvencekbe, média hozzáadása, letöltések, vagyis média hozzáférés, letöltések, gyakran használt ikonok, applikációk itt vannak. Egyébként lehet ezzel is görgetni, de hát nem muszáj nekünk az érintőkijelzőt, ez még nem a feature, amit mutatni akarok. A feature itt abban rejlik, hogy amikor ide kattintunk, akkor feljön ez a kis menü, és itt tudunk szépen járkálni. Na most érintőkijelző meg lehet csinálni azt, hogy ha ezt itt megfogjuk, akkor ezt ide le tudjuk húzni. És akkor így fog kinyílni, de hát igazából látjátok, majdnem az egész kijelző csak simán egy háttérkép. Ugyanakkor nem csak
ilyen egyes sávot tudunk, hanem akár kettes sávot is ki tudunk húzni, és ki tudjuk nyitni, le tudjuk engedni, és két sávos lesz a, itt ez a gyors menü itt alul. És ez igazából nem csak úgy használható, hogy ide kattintunk, aztán vissza, hanem mint ahogy azt megszokhattuk az okos telefonoknál ilyen leföl húzogatás, akár így is el tudjuk érni ezt az egész dolgot, ami szerintem tök jó. Alapértelmezetten pedig így van, egy soros ilyen gyors indító van itt. Nézzük csak ezen kívül. Ezen kívül, amit érdemes bemutatnom, itt belemegyünk a böngészőbe, ahol a Pro Hardware-t láthatjátok. Mint bármelyik érintőkijelzős telefonon itt tudunk szépen sétálni, illetve tudunk nagyítani. Hát ez most annyira nem látszik, hogyha ott az ujjam. Na, így lehet, hogy jobban látható lesz, de hát látjátok, tudunk nagyítani. Ugyanakkor, most kicsit így eltávolodok. Ugyanakkor ezzel a touchpaddal kapunk itt szépen mi egy egeret, amivel szintén tudunk nagyítani, illetve, hogyha éppen nem annyira nagyítunk, azt hiszem ez akkor érdekes, főleg, hogyha elmegyünk legtávolabbra, vagy csak egyet közelítünk rá, ez át fog váltani itt nekünk elméletben. Hát lehet, hogy ezen a weboldalon nem, és ez változó. Lényeg, hogy ez átvált, látjátok úgy, mint számítógépen, ott most egy kéz jelent meg, de ez át szokott váltani egy fekete kurzorra is, egy olyan, mint bármelyik PC-n a kurzor. Ezt szeretném most megmutatni, de most valamiért itt csak a nagyító jelenik meg a Pro Hardware-en. De lényeg a lényeg, hogy hát, mint egy egér, ezt úgy tudjuk. Csak a kurva anyját mellek a rohadt kamerának, de hát, látjátok. Ez végül is itt van egy ilyen egerünk, ami nagyon jól használható. Ki is lépünk innen. Nézzük csak, elérhető nagyon sok olyan applikáció, ami Androidra és iOS-re is elérhető. Látjátok ott a Viber, a Facebook Messenger, illetve van rendes Facebook applikáció, Twitter. Különlegessége ennek a telefonnak, hogy elérhető rá a BlackBerry Internet Solutions, illetve a BlackBerry Enterprise Solutions nevű BlackBerry szolgáltatások, amik ugyan havidíjasak, viszont nagyon érdekes kis szolgáltatások, és rettentő régóta léteznek itt a BlackBerry világában. Túlságosan nem akarok belemenni, de a lényeg, hogy főleg elsősorban az e-mailekre van kihatással, ugyanis BlackBerry szolgáltatásnál az e-mailek elsősorban a BlackBerry szervereire jönnek le, és onnan pedig nyomja folyamatosan feedként a telefonunkra. És ez nem csak biztonságos, de gyors is, tömörített adatforgalommal dolgozik, és amíg nem nyitunk meg egy e-mailt, addig nem is tölti azt le nekünk a telefonra, csak jelzi, hogy van egy új, és hát elsősorban a tárgyat és a küldőt fogja csak kiírni, de hát ez az első szintű, ez még nem tömörítés, de ez az első szintű ilyen adatforgalmi takarékosság, hogy nem tölti be magát az e-mail üzenetét azonnal, közben itt elalszik, hanem csak a létfontosságú információkat, aztán mi, hogyha úgy gondoljuk, akkor le fogja tölteni az egészet. Itt elment a fókusz. Hát igazából nem is tudom, hogy mit lehetne még erről a BlackBerry-ről így hirtelennyiben elmondani. Egyébként ez a BlackBerry szolgáltatással itt megjelennek nekünk új ikonok. Jelen pillanatban nincs BlackBerry szolgáltatásom még, ezt nem sikerült még a szolgáltatóval aktiváltatni, de majd megjelennek itt még ikonok, illetve a BlackBerry Messenger-t is tudjuk használni. Hát rengeteg feature-ja van ennek a telefonnak, de azért már így ez az e-mailes szolgáltatásnál azt hiszem, hogy érezhet, hogy ez nem véletlenül egy üzleti készülék, de hát ez nem arra való, hogy az iskolába villogjanak vele az emberek, hogy én nekem van BlackBerry-m. Úgyhogy ez teljesen egy más kategória. A kijelző felbontása egyébként nem nagy, 480x360,
most lehet, hogy tök hülyeséget mondtam, de valami ilyesmi. 640x480-nál kisebb a kijelző felbontása, de mivel kicsi a kijelző, ezért ha nagyon közel viszem, még akkor se láttok pixeleket, de hát semmi gond nincs ezzel a kijelzővel. Még amit azt hiszem, hogy itt érdemes bemutatni, az az, hogy a világítás a BlackBerry-nél hogyan tűnik el. Ez egy érdekes jelenség. Mindjárt látni fogjátok, hogy elsősorban itt a QWERTY rész fog elaludni. És ez tök jól fog kinézni. Elalszik a QWERTY, elalszik a kijelző, majd ez a négy gomb, és utoljára szépen elhalványodik ez a kis touchpad. Ugye ez szerintem baromi jól néz ki. Illetve még, hogyha itt megnézitek, akkor így az összes gomb ilyen ezüstös színű, ez a középső gomb körül, ez meg egy ilyen fémes keret, és ez tényleg fémnek néz ki, nyilván nem fémből van, de fémnek néz ki, mégis tud világítani. Hát ez szerintem tök jól néz ki. Hát igazából így ennyit lehetett elmondani erről a BlackBerry-ről, más nem nagyon, 8 GB saját tárhelye van neki, és memóriakártyával bővíthető, pár napig bírja az aksi, és jól használható. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!